Beszéljünk a Tartüffről. Mind bolond, aki szerelmes, mondhatom. Írta Molière Tartüff című darabjában, ami 1664-ben készült Franciaországban. A mű eredetileg Tartüff a Hampestre néven íródott és komédiának készült. A történet a 17. századi Párizsban játszódik, ahol Orgon családját követhetjük végig. Főszereplőnk Orgon, akinek két gyermeke van, Damis és Marianne. Elmira a felesége, Pernelle asszony pedig az anyja. Valér Marianne szerelmese, míg Tartüff egy álszent, aki Orgonon keresztül próbál a házura lenni. Az első felvonásban egy családi vitába csöppenünk bele, ahol Pernelle asszony vitázik a család többi tagjával Tartüffről és Orgonról, majd haragosan otthagyja a házat. Orgon Tartüffhez akarja feleségül adni lányát Marint, hogy Tartüff is a családtagja legyen, s bár Marin ezt nagyon ellenzi, nem mer felszólni apja ellen, s ebben összetöri Valér szívét. A cseléd ezt látva elkezdi dicsérni Tartüffet Marinnak, hogy a lány még jobban ellenálljon. A harmadik felvonásban Tartüff egy szentnek vallja magát, aki segít a rászorulókon, viszont a komornak keresztül lát rajta. Tartüff szerelmet vall Elmirának, viszont ez Damis kihallgatja és elárulja Orgonnak. Tartüff nem ellenkezik, sőt, még saját magát vallja gonosznak. Ekkor Orgon kitagadja Damist, és minden értékét Tartüffre hagyja. A negyedik felvonás következik, ahol Tartüff már nem bírja, még többet akar magának. A családtagjai hiába unszolták Orgont, ő nem hallgat rájuk, ezért Elmira megpróbálja Orgon füle hallatára, aki az asztal alól hallgatózik, elcsábítani Tartüffet, aki belemegy a játékba és visszaudvarol. Orgon ekkor ráeszmél hibájára, de sajnos már túl késő, Tartüff aljasan kitagadja Orgont is a házból. Jön az ötödik, végső felvonás. Orgon rájöve hibájára nem tudja, hogy hova meneküljön, hisz Tartüffre bízta mindenét. S mikor anyja sem hisz neki Tartüff álszentségéről, és Valér is meghozza a letartóztatási parancsot ellene, végleg minden reményt elveszít. Viszont pont amikor Orgon tartóztatnák le, és megjelenik Tartüff, hogy kigúnyolja őt, a rendőr ő rárakja a bilincset, hiszen Tartüff egy hírhedt csaló. Így minden visszakerül oda, ahova illik. Pernelle asszony elhiszi Tartüff álszentségét, Valér és Marianne összeházasodnak, és Orgon is visszakapja házát és vagyonát. Szóval igen, ez volt a Tartüff. Egy mű, amit igazán érdemes megnézni a nagyvásznom. Mi? Hogy nem egy film? Akkor meg mi? Könyv? Egy könyv? Ki a faszom olvas manapság könyvet? Köszönöm szépen, hogy megnézted. Természetesen nem ez az őszinte véleményem a könyvekről, ez csak egy karakter volt, akit felvettem e videó erejéig. Remélem, hogy tetszett. Sziasztok!